Szeretettel köszöntöm a vonalban Pintér Károlyt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docensét. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Elsősorban, mint Amerika szakértőt kérdezem, hiszen az Angol-Amerikai Intézet vezetője is, és többször nyilatkozott már Amerikával kapcsolatban, és most nagyon nagy szükségünk lenne arra, hogy egy kicsit értelmezzük, hogy mi is történik a republikánusok oldalán, hiszen mintha most a választások, a félidős választások óta egy kicsit arra tolódott volna el a hangsúly, hogy köztük dőljön el, hogy merre tovább az ő soraikon belül, és ezen túlmenően nyilván Amerikában. Ön hogyan értékeli a félidős választások után kialakult helyzetet? Úgy gondolom, hogy a félidős választások eredményei meglepték a republikánus pártot, vagy legalábbis a republikánus párt korifeusait, de valószínűleg a támogatóit is jelentős mértékben. Ők sokkal jobb eredményre számítottak, elég sok magabiztos nyilatkozat hangzott el a választásokat megelőző időszakban arról, hogy jön az úgymond vörös hullám, ugye az amerikai politikai színezet az pont fordított az Európában megszokottal, tehát a konzervatív republikánusok jelölik magukat vörössel, míg a liberálisnak mondott demokraták kékkel, tehát innen ez a bizonyos vörös hullám metafora. Szóval arra számítottak, hogy a képviselőházban adott esetben akár fölényes, de legalábbis jelentős többségre tesznek szert, ugye ez a kongresszus alsóháza, és a kongresszus felsőházában, a szenátusban pedig az eddigi 50-50-es holtverseny helyébe legalább egy-két fős republikánus többséget tudnak állítani. Magyarán szólva a törvényhozásban átveszik az uralmat, és ezáltal nyilván hát erőteljesen megszorongatják Joe Biden demokrata elnököt. Ez azonban, mint most már láthatjuk, nem következett be. Ez azért is meglepő, mert közben egyértelmű, hogy az amerikai lakosság, beleértve a demokrata szavazókat is, nem kimondottan elégedett Joe Biden elnök teljesítményével, és mégis valóban elmaradt ez a hullám, nem is kicsit, szerintem sokkal jobban alatta maradt, mint ahogy vártuk volna. Igen, de azért, hogy mondjam, ez a lehetőség is benne volt a kalapban. Tehát én elég sokat olvastam a választást megelőzően különböző közvéleménykutatásokat, elsősorban azokat, amelyek nem pártmegrendelésekre készültek, mert a republikánus párttal szimpatizáló közvéleménykutatók ugye mind a vörös hullám előrejelzéseket támasztották alá. De ez miért jó egyébként, amikor valaki előre iszik úgymond a medve bőrére? Mire számítanak, hogyha mondjuk ők fizetik a közvéleménykutatást, és jobb eredményeket hoznak ki, attól valóban jobb eredmények születnek? Nem erre gondoltam, hogy meghamisítják az eredményeket, ne értsen félre. Arra gondoltam, hogy a legjobb közvéleménykutatásokban is benne van egy minimum 3-4, esetleg akár 5-6%-os bizonytalansági tényező. Na most ez a 3-4% egy egyértelmű irányba mutató választás esetében tulajdonképpen nem számít sokat. Tehát az, hogy most egy párt 5%-kal vagy 8%-kal nyer, az mindenképpen győzelem, csak a mértéke kérdése. A független közvéleménykutatók viszont azt mondták, hogy úgy nagyjából országosan olyan 3%-nyi republikánus többséget mérnek, viszont hogyha ehhez hozzáveszünk a 3%-os hibahatárt, akkor ebbe benne van a 6%-os republikánus győzelemtől a döntetlenig, vagy egy nagyon szoros demokrata győzelemig is nagyon sok forgatókönyv. Na most erre a mértéktartónak vagy óvatoskodónak is mondható közvéleménykutató véleményekre általában a magabiztos republikánus vélemények azt mondták, hogy persze, az utolsó pillanatig reménykednek abban, hogy nem fognak a demokraták leégni. Aztán, mint az Isten, történetesen az óvatos hangoknak lett igazuk, mert hogy nem, tehát benne volt bizony ebben a 3%-ba ez a hogy mondjam, nem nagynak nevezhető, de mégiscsak elmozdulás. És hát ezt az elem többsége két fő okkal magyarázza, persze nyilván a valóságot mindig
nehéz megmagyarázni, már úgy értem, hogy sok, nagyon-nagyon sok ember sok különböző döntéséből tevődik össze egy választási eredmény, de mégis, ha a tendenciákat veszük figyelembe, akkor úgy tűnik, hogy, hogy a Donald Trump által lelkesen támogatott, vagy adott esetben kifejezetten általa a politikai pályára tolt jelöltek, nagy többsége alul teljesített ezeken a választásokon, különösen feltűnő volt ez a szenátori küzdelmekben, de némelyik képviselőházi székért folyó harcban is. Tehát azt vélik az elemzők, és ebben republikánus szimpátia elemzők is bőséggel vannak, hogy főleg a mérsékelt független szavazók egy része annak ellenére, hogy annyira nem elégedett a status quo-val, de aggasztották a Trump által pártolt jelöltek helyenként eléggé radikális szlogenjei, szólamai, megnyilatkozásai, és tulajdonképpen helyettük inkább a lehet, hogy nem túl izgalmas vagy vonzó, de számukra talán kevésbé ellenszenves vagy riasztó demokrata jelöltre adták a voksukat. Mit takar az, hogy radikális nézeteket vallottak? Nekem a demokrata oldalon is vannak olyan radikális nézetek, amelyekre úgy tűnt eddig, hogy a konzervatív amerikai lakosság nem feltétlenül vevő, akkor ezek most így már átszivárogtak a köztudatba, ugye az iskolákba, nagyon sok probléma adódott például a gendersemleges mellékhelységekből, akkor arról, hogy a gyerekeknek az oktatásába erőteljesen beleviszik ezt a fehér felsőbbrendűség ellenes oktatási anyagot, és nagyon sok szülő ellenkezett, tehát innen olvasva a híreket úgy tűnt, mintha ez a konzervatív nézet, ez azért még tartaná magát, és hogy nem fogják megszavazni azokat, akik ezt támogatják. Most mégis ön is úgy fogalmazott, hogy a republikánus jelöltek fogalmaztak radikálisan, akkor ezt most hogyan kell értelmezni, mit akarnak ezek a nézetek? Nem egészen értette jól, amit mondtam. Én azt mondtam, hogy egyes jelöltek. Tehát én nem általában beszéltem a republikánusokról, meg a demokratákról sem általában, hanem azokról beszéltem, akik például lelkesen visszhangozzák a mai napig Donald Trumpnak ugye azt a becsípődését, hogy a 2020-as elnökválasztást azt elcsalták, és azt valójában ő nyerte volna meg, csak valami fajta roppant ügyes és ördögi demokrata összeesküvés révén őtőle pont a kulcsállamokban pont annyi szavazatot vettek el, hogy az a Joe Biden nyerje. Ez a mai Amerikában azért nyugodtan jelentsük ki, hogy szélsőséges nézőpont, és ami különösen ellenszenvessé teszi szerintem a mérsékelt szavazók számára az, hogy voltak éppen a teljes amerikai választási rendszer, és ezáltal közvetve a demokrácia legitimitását kérdőjelezi meg. Tehát azért ez egy lényegesen súlyosabb kérdés, mint a transgender WC kérdése, mert hogy itt tényleg arról van szó, hogyha egyszer bármelyik párt, és itt most hangsúlyozom a szót, bármelyik párt, alapvetően arra az álláspontra helyezkedik, hogy a választás nem volt legitim, akkor az a politikai váltógazdaságnak a működő képességét kérdőjelezi meg, és ez a republikánus pártnak sem érdeke, mármint gondolok itt a republikánus pártnak arra a többségére, amely választott politikai hivatalokat szeretne betölteni még hozzá legitim módon, tehát oly módon, hogy a másik párt is elismerje az ő választásuk jogosságát és jogszerűségét. Ez teljes mértékben így van. Igen, én is egyébként így értettem, tehát a jelöltekre gondoltam, hogy azok nem váltották be a hozzáfűzött reményeket, pontosan emiatt a nézeteknek a hangoztatása által. Mondjuk, ami esetleg megüti az ember szemét, bár nyilvánvalóan ugye Donald Trump elnökként képviselte ezt, de azért van egy olyan kongresszusi tag is, aki pontosan a 2016-os választások elcsalásáról beszélt, a Hakim
Hakeem Jeffries, aki most elég szép eredményt ért el, és talán még vezető pozícióba is kerülhet, akár Nancy Pelosi helyére, és itt nem kérdőjelezik meg, hogy ő hogy mondhatott ilyet. Tehát érezzön ebbe ellentmondást, hogy csak az egyik oldalon veszik ezt rossz néven, vagy most azért e körül már nem szeretnének az amerikai lakosság, már nem szeretne ezzel foglalkozni egyáltalán, hanem szeretne hinni abba, hogy a demokrácia úgy működik, ahogy azt ők szeretnék, és el is képzelik. Én azt gondolom, igen, ez egy több tényezős kérdés. Egyfelől szerintem az amerikai választók többsége előre szeretne nézni, és nem hátra. Tehát azt látják, hogy van egy ember, aki rá van csavarodva a saját vereségére, azt nem bírja megemészteni, nem bírja lenyelni. Amerikában általában nem tartják nagyon sokra a sértődött vesztes. Tehát azt gondolják, hogy a vereséget tudomásul kell venni, el kell fogadni, és mondjuk azt lehet rá mondani, hogy majd legközelebb jobban fog sikerülni. Vagy, mondjuk ezért ezt vagy Hillary Clintonról se lehetett elmondani, és azért az ő népszerűsége például nem ezért csökkent, ott elég komoly... De Hillary Clinton azt soha nem mondta, hogy elcsalták tőle a választásokat, azt mondta természetesen, csak sértődött vesztes volt. Sértődött volt, így van, de azt nem állította, hogy mondjuk, nem tudom én, Wisconsinban vagy Pennsylvániában valójában ő nyert, annak ellenére, hogy Trumpot hozták ki győztesnek, azért a kettő között van némi különbség. Igen, de én azért emlékszem rá, hogy sok ilyen számítás, pontosan az ő vesztése, tehát amiután Hillary Clinton vesztett, azután látott napvilágot, ahol kimutatták, hogy igazából ő nyert, és hogy eleve évekig zajlott ez az orosz befolyás, tehát ott is meg volt kérdőjelezve az egész választás. Lehet, hogy nem személy szerint hogy azokat a sajtótermékeket olvassuk. Én tehát az, hogy most mind a két pártnak vannak fanatikusai, akik megvannak róla győződve, hogy akkor is mi nyertünk, ha vesztettünk, ez világos. Ez a politika vakhitnek egy jellegzetes mellékterméke. De Hillary Clinton elismerte a vereségét, aztán az más kérdés, hogy nyilván azt gondolta, hogy neki kellett volna győznie, hát minden politikus azt szeretné, hogyha ő győzne. És valóban utána a demokrata párt is markánsan rácsavarodott erre a bizonyos orosz összeesküvésre, miszerint ugye az orosz trollok és egyéb média befolyások lettek volna döntő szereplői annak, hogy Donald Trump megnyerte. Az, hogy Donald Trump megnyerte, azt a demokrata párt általam ismert, hogy mondjam, hivatalos vagy befolyásos képviselői soha nem kérdőjezték meg. Ez azért egy igen jelentős különbség, mint ahogy az is igen jelentős különbség, hogy azért Hillary Clinton nem küldte rá a támogatóit a kongresszusra, mondjuk azért, hogy próbálják megakadályozni az elektori szavazatoknak a hitelesítését. Azért ezek között szerintem nem érdemes egyenlőségjelet tenni, mert nincsenek. Tehát ebből a szempontból tehát én azt gondolom, hogy a republikánus párt útja előrefelé abba az irányba vezet, hogy ezekből a trumpista veszőparipákból igazából ki kéne farolni, és olyan irány, olyan pragmatikusabb irányba elmozdulni, és ez egyébként látszik is a fiatalabb generáció markáns képviselői részéről, amelyik inkább inkább a választók többségének a prioritásait képezi le. Ezzel együtt természetesen Donald Trumpnak megvan a maga lelkes bázisa, tehát én ezt egy pillanatig sem szeretném el bagatelizálni. Donald Trumpnak még mindig nagyon nagy lelkes támogatottsága van a republikánus párton belül, csak hát ugye az amerikai politikának azért az egy ilyen régi igazsága, hogy a választást végső soron a független szavazók döntik el. Tehát nem a két pártnak a lelkes hívei, mert ők hát legalábbis azokon a helyeken, azokban a körzetekben, államokban, ahol mondjuk szoros a két párt támogatottságát, ahol 60-70%-ban az egyik párt híveiből tevődnek ki a szavazók, teljesen mindegy, hogy ki mit csinál, mert ott úgyis mindig az adott többségi párt fog nyerni. De az úgynevezett
lila államokban, vagy lila körzetekben, tehát ugye megint csak a szín szimbolika miatt, ugye ahol a piros és a kék nagyjából egyforma mértékben van jelen, ott viszont számít az, hogy valaki mennyire tudja megszólítani a független közé, mondjuk nevezzük őket nagyjából mérsékelt vagy pragmatikus szavazók. Akkor hogyan tovább a republikánus pártban? Ön hogyan értékeli a DeSantis és Donald Trump közötti ellentétet? Ez miből fakadhat? Most ez egyszerű rivalizációnak tudható be, hogy ugye most már azért egyértelműen riválisként lép föl a DeSantis, bár nem jelöltette magát legalábbis a mai napig elnökként. Illetve... Még nem is fogja egy darabig. És nem is fogja. Nem. Tehát itt Donald Trump próbált mindenki elé vágni azzal, hogy ő már 2 évvel a választások előtt bejelenti a saját jelöltségét. Ez ugye egy jó előre eltervezett akció volt, mert ő is arra számított, hogy itt most egy nagy republikánus győzelem lesz, ami tökéletes felvezetése lesz annak, hogy na és akkor megtettük az első lépést, ugye visszafoglaltuk a kongresszust, most akkor én jövök 2 év múlva, és visszafoglal a Fehér Ház. Ez egy ilyen kétlépcsős politikai akció lett volna, csak hát kicsit visszafelé sült el, mert nyilván ő már előkészítette a bejelentést, viszont hát ugye a nagy győzelem nem annyira jött be, ugye a szenátus az most már egyértelmű, hogy marad a hajszálvékony demokrata többség. A képviseletet megnyerték, de hát számítások szerint ugye egy olyan 5-6 fős demokrata többség lesz, több nem, republikánus többség, elnézést. Az sem nevezhető egy elsőprő győzelemnek, tehát így most Donald Trumpnak hát nem annyira jött be ez a győzelmi retorika. Ugyanakkor viszont valóban Ron DeSantis, akit már előzetesen is a legnépszerűbb alternatívának tartottak a republikánus párton belül, ő viszont elsőprő győzelmet szerzett Floridában. Ugye Florida is egy lila államnak számít, tehát elég szoros a két párt támogatottsága. Igaz, hogy Donald Trump megnyerte 2020-ban, de például előtte Obama 2-szer is megnyerte Floridát, tehát ebből a szempontból egyáltalán nem magától értetődő az, hogy ő kormányzóként majdnem 60%-ot kapott Floridában. Az egy így nagy van. Győzelem. Az egy nagy győzelem. És nyilván ilyenkor azért a republikánusoknak az a csapata, amelyik mondjuk Donald Trump utáni világra készül elsősorban, nekik az az első gondolatuk, hogy na ő lehet, hogy meg tudná nyerni azt a választást, amit esetleg Donald Trump nem 2024-ben. Tehát itt van egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen kalkuláció, hogy ki lenne az az ember, aki a legnagyobb eséllyel tudná győzelemre vinni a pártot az elnök választáson. Tehát akkor ön ezt rivalizációnak tekinti akkor ezt az összecsapást? Természetesen, persze. Hát a republikánus párton belül szerintem van alsó hangon legalább 50 ember, aki elnök szeretne lenni. Sokkal több, de mondjuk 50 komolyabb ismertsége rendelkező ember. Ezek most mind azt latolgatják magukban, hogy beleálljanak a 2024-es előválasztásokba, tudja, amelyik ugye az elnök jelölt, igen, tehát az elnök jelöltet választja ki a párt önjelöltjei közül, vagy esetleg húzódjanak félre abból a megfontolásból, hogy Trump ellen úgy se rúgnak labdába, várják meg a 2024-es választások kimenetelét, és akkor esetleg majd 28-ban jön el az ő idejük, hiszen végső soron ugye 2 eset lehetséges, ha Donald Trump lesz a jelölt, akkor ő vagy nyer, vagy veszít. Ha nyer, akkor is maximum 4 évig maradhat hatalmon, mert az alkotmányt nem engedi ez. Ha veszít, akkor meg pláne 2028-ban egy újabb republikánus számára nyílik lehetőség. Tehát ez az egyik verzió. A másik verzió ugye az, ha merészebben gondolkodnak, hanem 6 évvel későbbre tekintenek, hanem azt mondják, hogy hát azért ez a 2022-es félidős választás azért nem annyira bizonyította be, hogy Donald Trump lenne a nyerő ember, mi lenne, ha én most megpróbálkoznék vele szemben. Na most ezek erre szerintem maximum DeSantisnak van reális esélye, tehát szerintem a többi republikánus önjelölt Donald Trumpot egy előválasztáson nem fogja legyőzni,
Én eddig azt gondoltam volna, hogy DeSantis sem, mert hogy a Trumpnak a támogatottsága túl erős a párton belül, de most őszintén szólva meg elbizonytalanodtam, mert tényleg úgy tűnik, hogy erős jelölt, miközben Trump meg relatíve gyengébbnek látszik, legalábbis kívülről nézve. Igen, és mit szól Mike Pence bejelentéséhez, hogy minden esetre meg fogja fontolni, hogy jelölteti-e magát? Ez aránylag újdonságnak számít. Hát igen, emlegetni, tehát azt abban a bizonyos fél tucatban, amit említettem, én Mike Pence-et is beleszámoltam, de szerintem Mike Pence-nek semmi reális esélye nincsen. Én nem látom, hogy neki... Tehát ő pont abban a helyzetben van, hogy a Trump szimpatizánsok nem szeretik, mert ugye a hivatalos Trump-féle narratíva szerint elárult a Trumpot, amikor ugye nem próbálta meg az elektori szavazatok hitelesítését Trump irányába befolyásolni. A Trump ellenesek számára viszont mégiscsak ő volt Trump-al elnöke 4 éven át, tehát valahol én úgy gondolom, hogy ő a pro-Trump és az anti-Trump pártok közé pont beszorul félúton, és egyik oldalról sem fog nagyon sok szimpatizást találni magának. És a másik 4-et, ami a fél tucatból még hátra van, azokat mi egyelőre legalábbis a közvélemény előtt nem annyira ismertek, de engem azért az még érdekelne, hogyha erről van kedve beszélni, hogy hogyan alakul akkor. Azt mondta egy fél mondattal, hogy ez a gendersemleges mosdók használata azért nem annyira lényeges kérdés. Ez valóban így gondolja, hogy mondjuk a republikánok sok sem elég konzervatívak már ahhoz, hogy ez fontos kérdés lehet, hogy mire tanítják a gyerekeiket ezen a téren az iskolában? Nem, én arra gondoltam ezzel, hogy mind a két, tehát hogy mondjam, vannak, ha most így a politikai élet aktuális témáit nézem, akkor különböző jellegű és különböző fontosságú témák vannak ugye a mindenkori napirenden. Ha a jelenlegi amerikai helyzetet nézem, szerintem messze a legfontosabb kérdés a gazdaság, tehát az infláció, a mindennapi megélhetési költségnek a növekedése, hát ebből szemben Magyarország is, az Egyesült Államok nem különbözik egymástól annyira, hiszen ez az infláció egy világjelenség, és az ezzel járó gazdasági problémák is. Ez különböző mértékben és módon, de nagyjából mindenkit érint, tehát azt gondolom, hogy messze ez a legfontosabb politikai téma most Amerikában. Ezzel szemben az olyan kultúrharcos témák, mint például a transgender vécék, ezeket szerintem viszonylag kevés ember mozgatják meg, vagy kevés embert izgatnak. Ez egy jellegzetesen olyan vitatéma, amiről nagyon jókat lehet vitázni az interneten, meg social médián, meg Twitteren, de igazából ez viszi el az embereket, vagy jó, nem akarok nagyon sok vitatni, az emberek többségét nem ez mozdítja meg akkor, amikor szavaznia kell. Ennél szerintem fontosabb témák is vannak, és elég sok. Tehát én most ha már erről beszélünk, nem tudni pontosan, majd nyilván lesznek erről közben kutatások, de hogy a demokraták meglepően jó eredményhez mennyibe járult hozzá a legfelsőbb bíróság abortusz döntése, az például egy érdekes kérdés. Ezt még nem tudni pontosan, mert erről nyilván majd utólag lesznek ilyen exit pollok és hasonlók, biztos dolgoznak már ezen közvéleménykutatók, de sokan megpendítették már republikánus oldalról azt, hogy hát jó, győztünk, sikerült a Roe versus Wade féle 50 éves legfelsőbb bírósági precedenset hatályon kívül helyeztetni, hiszen ez egy ilyen több évtizedes célkitűzése volt az amerikai jobb oldalnak, de hát ez lehet, hogy most nem annyira jött nekünk kapóra, mert lehet, hogy az abortusz pártiak közül elég sok embert elvitt a szavazó körökbe, tehát magyarán szóval aktivizált a demokrata pártnak azt a támogatói körét, akinek ez fontos szempont volt. Tehát én igazából így értettem, hogy vannak szélesebb társadalmi csoportokat megmozgató ügyek, és viszonylag kisebb, kevesebb ember számára mozgósító erejügyek.
Ez valóban egy megfontolásra érdemes szempont. Bár a gazdasági szempont nekem egy kicsit ellentmondásosnak tűnik, hiszen Trump alatt éppenséggel nem volt rossz helyzetben a gazdaság, Joe Biden alatt viszont pontosan az infláció és a migrációval kapcsolatos problémák, határproblémák rengeteg pénzt felemésztenek, és elvezetnek gazdasági problémákhoz, tehát nekem nem logikus, hogy a demokraták a gazdaság miatt most a demokratákra akarjanak szavazni. Nem is így értettem. Én az előző kérdésére válaszoltam, hogy mik a fontos vagy kevésbé fontos ügyek. Én azt gondolom, hogy most a gazdaság egy kulcskérdés. Nézze, én a gazdaságról azt gondolom, hogy némi sarkítással, amiért valószínűleg egy közgazdást most azonnal levenné a fejemet, de hát én nem vagyok közgazdás, úgyhogy merek ilyeneket mondani. Én azt gondolom, hogy a gazdaság azért elég markánsan a saját, mechanizmusai szerint működik, tehát némileg sarkítva nem attól volt jó a gazdaság Trump alatt, mert ő volt az elnök, és nem attól rossz most Biden alatt, mert ő volt az elnök. Tehát itt a COVID-járványnak a hatása, illetve a különböző nemzetközi válságok, ugye legelőször is az orosz-ukrán háború, összetéve egy olyan gazdasági hatás, hatás eredővel járnak. Hogyha most Donald Trump lenne az elnök, ugyanilyen vacak lenne az amerikai gazdaság helyzete. Tehát én nem gondolom, hogy abban az esetben, kitört volna akkor is az ukrán-orosz háború, ez mondjuk ez vitatott kérdés, vagy nem tudjuk. Az infláció egyébként jó háború előtt elindult, tehát Amerikában már egy évvel ezelőtt az inflációról és az ezzel kapcsolatos gazdasági problémákról cikkeztek, tehát a háború ennek nem okozója, csak súlyosbítója. Ez sokkal inkább legalábbis ha a hozzáértőknek hiszünk, ez sokkal inkább a COVID-válság és az azzal kapcsolatos gazdasági élénkítéseknek a visszarúgása, hogy úgy mondjam, tehát az, hogy rengeteg pénzt pumpáltak a nemzetközi gazdaságba, ami aztán most az infláción keresztül visszarúg. De amire ki akartam lyukadni, az, hogy természetesen mindig a mindenkori elnök büszkélkedik a gazdaság eredményeivel, és mindig a mindenkori elnök teszik felelőssé azért, ha nem megy a gazdaság. Ez egy évszázados tapasztalat nyilvánvalóan, tehát akár tud ő érdemben ezzel kapcsolatban bármit tenni, akár akkor is ő viszi egy balhét. Tehát ez teljesen nyilvánvaló. Pont ezért érdekes kérdés, hogy miért nem büntették a szavazók jobban a demokrata pártot, hiszen, ahogy ön is mondta, hát ez lenne a logikus, hogy akkor miért nem mentek el az emberek tömegesen és szavaztak a demokraták ellen. Na, itt kezdődik az érdekes kérdés. A szenátus republikánus kisebbségi vezetője Mitch McConnell már a választás előtt is azt mondta, és ezt a választás után újra megismételte azt a véleményét, hogy a jelöltek minősége, ahogy ő diplomatikusan fogalmazott, jelentősen befolyásolhatta ezt a dolgot. Tehát magyarán szóval azt gondolta, hogy egy csomó helyen nem volt elég jó a republikánus jelölt. Mert azt ne felejtjük, hogy Amerikában mindig személyekről szól a választás. Tehát mi ugye innen úgy gondoljuk, hogy republikánus, demokrata, és akkor két párt logó között választ a szavazó, de nem. Amerikában mindig két jelölt áll egymással szemben, nincsenek ugye pártlisták. Tehát X párt jelöltje, Y párt jelöltje, és az amerikai szavazó azért olyan, hogy párt szimpátia ide, vagy azért által megnézi magának, hogy kik közül választ. Tehát legalábbis a tudatosabbja, most nem állítom, hogy mindenki ilyen, de sokan úgy vannak vele, hogy na ki is ez a fickó? Mit mondott ő? Mit képvisel? Mit javasol? Ezeknek a különbségek nagyon jól kijönnek olyankor, amikor ugyanabban az államban például választanak egy szenátort, meg egy kormányzót. Mondjuk mind a két mondjuk ugyanannak a pártnak a két jelöltje közül, miért van az, hogy a kormányzó sokkal több szavazatot kap, mint a szenátor jelölt, holott mind a kettő republikánusa, vagy mind a kettő demokrata. Ezek a különbségek nem magyarázhatók mással, mint azzal, hogy az adott jelölt kampányában mennyiben tudott maga iránt szimpátiát kelteni, avagy sem. És ugye ezek a dolgok nagyon szépen kijönnek most bizonyos államokban, hogy a
ismert, felkészült, jó kampányt folytató jelölt sokkal több szavazatot tudott begyűjteni, mint az a, mit tudom én, kicsoda média személyiség, vagy exportoló, vagy nem tudom én, kicsoda, akire Donald Trump rámutatott, hogy ő lesz az igazi jelölt, ő rá kell szavazni, csak politikusként nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Hát nagyon köszönöm, hogy vállalkozott arra, hogy megoszta velünk az amerikai választók szempontjainak újabb nézőpontját. Nagyon köszönöm Pintér Károlynak a beszélgetést. Én is köszönöm. Minden jót kívánok, viszont hallásra.